A nyírtávfő több mint 15 ezer lakásban és 1000 közintézményben biztosítja a fűtést és a melegvízszolgáltatást. A nagyobb beruházásokat a fűtési szezon utáni, nyári hónapokban tudják megvalósítani. A város 1966-tól távfűtéses. Az elmúlt évtizedekben folyamatosak voltak a korszerűsítések. Az elmúlt 6-8 évben a vezetékhálózat közel 40%-át tudták lecserélni. Tavaly a nyírtávfő egyik legnagyobb volumenű beruházása az Országzászló és a Kálvin téren történt. A vezetéki felújítások költsége mintegy 200 millió forint volt, valamint a hőközponti munkálatok kiadása több mint 100 millió forintba került. A nyírtávfő ügyvezető igazgatója 35 perc című műsorunkban kiemelte, tárgyi eszközeik értéke több mint 6 milliárd forint, de a közmű maga is költséges. Két cső megy a földben, ezeket szigetelni kell víz ellen és hő ellen is. Nyilván az év két értékcsökkenési leírásunkon kívül van más forrás is, és az idén szerencsésen egy KEHOP pályázat, egy energiahatékonysági operatív programra benyújtott 2017-ben benyújtott pályázat, ami az idén valósul meg. Erre már a napokban megtörtént az aláírás a szerződésnek, a támogatási szerződésnek. A pályázat önmagában az értékcsökkenésen felül, ami több mint 200 millió forint, még körülbelül 400 millió forint lesz, amiben vezeték rekonstrukció, illetve hőközpont fejlesztés lesz. Ez a projekt három nagy hőközpontot érint, ezeket szétszedik és modernizálják, helyettük 22 darab kisebb méretű lesz a lakóépületek alatt, valamint 3 kilométer vezetéket cserélnek ki. Ezek a fogyasztók 10%-át érinti majd, azaz mintegy 1500 lakást. Sok, kevésbé látványos, de fontos fejlesztés is zajlik a nyírtávfőnél, ilyen például a fűtőberendezésekkel, szivattyúkkal, programozható termosztátokkal kapcsolatos munkálatok. A hivatalos fűtési szezon május 15-éig tart, a szolgáltató azonban nem naptári dátum szerint, hanem a fogyasztók igényei szerint fűt, tette hozzá Jó László. Ez a május 15 azt jelenti, hogy addig nem kezdünk hozzá nagyobb elemenő munkálatoknak, szemszedjük szét a hőközpontjainkat, hiszen nagy esély van arra, hogy fűteni kell. De például volt olyan néhány év, amikor április elején már nem fűtöttünk, tavaly egyébként pedig extrém dolog volt, mert május 18-án kapcsoltuk ki az utolsó lakóépületet, tehát úgy néz ki, hogy a tavasz az nem nincsen, már egyből nyár lesz, és valamikor kora ősszel már fűtünk, akkor már tél lesz, tehát így két évszakos lett az év. Minden beruházásnak nagy a tőkeigénye, ezért is fontosak a szolgáltató számára a pályázati lehetőségek. A nyírtávfő folyamatosan törekszik az innovációra. Ennek egyik jó példája a központi okosmérés program, amelybe 2016 nyarán lépett be a szolgáltató.